De ez tényleg már a vége. Kalocsai Zoltán szerelmese a Velencei tónak, évek óta horgászik, mert feltölti őt a tó és a nádasok látványa. Ma is fogott két pontyot, de azt mondja, a vízszint nagyon alacsony, és az elmúlt másfél hétben sok döglött halat látott. A döglött halak tömkelegét látjuk már a második halpusztulás után, tehát gyakorlatilag újdonság már nincsen. Mivel hogy már oly kevés a víz, már a métert séri, elmondhatnánk, nem is a métert, hanem a fél méternél járunk, ezért most már több, mint katasztrófa. A horgászok szerint leginkább az 5 és 20 kg közötti harcsák pusztultak el. A horgászok tapasztalatainak szemmel látható jelei is vannak a dinnyési csónakikötőben. Több tucatnyi dévérkeszek teteme úszik a víz felszínén. Az agárdi vízmércénél a Velencei tó vízállása ma 55 cm, de itt a csónakikötőben 1 méter fölött van még a vízszint. A vízügyi igazgatóság a halpusztulás megelőzése érdekében nyár közepe óta oxigénnel dúsítja a tavat. Az Országos Horgászszövetség tájékoztatása szerint a halpusztulás az évszázad legnagyobb asszályának következménye. A MOHOZ szakemberei az elmúlt másfél hétben csaknem 1500 kg elpusztult haltetemet emeltek ki a vízből. A vizsgálatok még tartanak, de az elsődleges információk szerint az elhullások zömét egy emberre veszélytelen harcsavírus okozhatja. Romlanak az életkörülmények, stresszesé válik a hal is, ugyanúgy, mint egy rossz körülmények között adott esetben az ember, kevesebb táplálékot vesz fel, ezért jobban kinyílik a kapu vírusok egyéb kórokozók felé is, és túl egy oxigénhiányos állapoton, vagy egy gázfelszabaduláson, sajnos ezek a betegségek is elkezdik tizedelni őket. A Horgászszövetség főigazgatója hangsúlyozta, a mérési eredmények alapján a Velencei tó vízminősége fürdéshez, vízisportokhoz megfelelő.